Mindig van egy dolog az életemben, amitől szarul érzem magam. Mindig van egy csomó dolog, amivel stresszbe rakom magam. Kezdem az egyszerű, hétköznapi rutinnal. Mentosz nélkül nem indulok el otthonról, napszemüveg nélkül sem. De ha már elindultam és kocsival vagyok, mikor kiszállok, 3-5-ször kell ellenőriznem, hogy a kulcs a zsebemben van-e. A fokrém legyen Colgate, a tusfürdő pedig gyümölcsös. A telefonom töltöttsége pedig soha, ismétlen, soha nem mehet 50% alá. 55-nél már irtók elemetlenül érzem magam. Ezek a kényszereim, egy vén ember rigójái. Most jöjjenek a komolyabb dolgok. Rettegek a haláltól. Nem tudom elfogadni, hogy az élet része. Mert a világ még csak meg lesz nélkülem, de én hogy leszek meg a világ nélkül? Talán ha hinnék Istenben, vagy legalább a reinkarnációban. Talán könnyebb lenne. És mégis rengeteget gondolok rávezetés közben. Most csak egy pillanat, és vége. Évek óta nagyon rosszul alszom. Éjjel felébredek, és azon agyalok, hogy nem lesz nyugdíjam. Vagy 80 éves koromig kell dolgozom, hogy meglegyen a 40 év munkaviszony. De ha megbetegszem, nem tudom fenntartani magam, és otthonba kerülök. Magányosan, betegen, idősek otthonába fogok meghalni úgy, hogy már nem lesz ott velem senki, aki fogja a kezem. Ennél szánalmasabb és nyomorúságosabb halált nem tudok elképzelni. De van ennél rosszabb is, ha elveszítenek téged. Élni nélküle. Kinek fogom azt mondani szombat reggel, hogy jó reggelt rájuk, kis feleségem. Fel kell tennem a klasszikus kérdést, jelzem jogosan, ki fog kávét főzni. Kivel fogok felfedezni elhagyott kastélyt? Vagy ki mondja nekem azt, hogy te vagy egy nagy gatyamári. Ezek beteg agyam torszülöttjei. Mint az álom, amiben újra iszom, de reggel megkönnyebbülést érzek, meg hálát azért az életért, ami most van. De ha a múlton rágodom, és a jövőn aggódom, mikor élek? Hogy vagyok itt? És mikor vagyok a mostban? Mert ha elborít a közön, a kis világon falai közé senki sem léphet be. Időm befejezni, amit elkezdtem. Mert lejár az időm.